Hát szép jó napot. Kezdjük is, jó? Túl sok idő nincs. Úgyhogy ennek a csirkének legalább 2 óra fog kelleni, ugye, amire szépen meg tudom sütni. Úgyhogy... Ja, itt van, ezt kerestem hirtelen. És kezdjük. Trancsírozás, gyerekek! Próbálnám középen vágni. Alright, ez a kicsit is. Oké. Okay. Jó, ezt még egyszer kitöröljük, kimossuk. Tízdek a vaj, megolvasztok egy kicsit. Na most ehhez a vajhoz fogunk használni Everglades seasoningot, ami egy kicsit ugye hasonlít az olasz fűszer keverékekhez, és kérem szépen ezzel most így belenyúlok. Gyönyörűen, ugye? Na, csak egy kicsit idébb húzom. Igen. És ezt így bekenem vele. Először belülről. Oké. Okay. Megfordítjuk. Ebben van só, oregano, bazsarikon. Mindenféle jó dolog. Na most mi, hogy a csirke, látjátok, hideg, már rá is hűl. Gyönyörűen. Jó, egyszer. Ennyi elég. Kézmos. És ebbe a gyönyörűséges nagy tepsibe ugye már is beleraktam. Föltettem 375 Fahrenheitra a sütőt, és most legalább egy fél órán keresztül kicsit összezsugorítom, elősütöm. Jó, a lila káposzta, amelyet, de nem túl vékonyra, ugye leszeletek. Egy felet. Szeretelővel. Gyerekek, 2 órán van, hogy kész legyek, úgyhogy kicsit sietek. Azért is raktam be a csirkét. Évi beszerzett valahonnan egy ilyen jó fickós répát, amit megpucolok. Majd egy ilyen, hát így, hogy látjátok, a szeletelőm az nem tud ilyen vastagot vágni, tehát ezt most így késsel fogom, ugye. Érdemes használni a recéskést, az nem repeszti a répát, és akkor ilyen nagy karikákra. Ha vastagabbra vágod, úgyis jó, ugye, felszelem, lekarikázom magyarul. Mind a két edénybe teszek 2-3 evőkanálnyi, ezeket már le fogom, karácsonyra veszek új szetteket, le fogom cserélni, kellenek ilyen nagyok és újak. Igen, mindegy melyikbe. Egyikbe beleteszem a káposztát, a másikba pedig a répa karikákat. Nem tudom, jól látszik-e, remélem, igen. És egy kicsit úgy elődíztelem, egy leesett. Jó, majd. Igen. Jó. Só. Ide is. Még egy kicsi. Oké. Okay. Bors. Ide csak egy gondolatnyi, elég is. És kömény, ami
elmaradhatatlan, ugye a káposztához. Oké, pohár víz. Fél pohár 5%-os ecet. Ha 10%-os van, akkor egy kicsit kevesebbet. Nagyon gyenge ez az ecet, úgyhogy lehet belőle tenni bővebben. Bőven, nyugodtabban, gyönyörűen kivilágosodik. Érzitek a tempót, gyerekek? Érzitek? Jani bácsi beindult, mint a gőzmozdony. Oké, bang, kész. Levesszük, lassú tűzön tovább díszeljük, répákat forgatjuk. Oké, ez is bang. Megmostam 5 darab különböző méretű krumplit. Ja, így jó. Engem. Kicsit. Úgy van. Marad. Egyébként így nem szeretek főzni. Dolgozhattam volna étterembe is, ahol így kell főzni. Próbáltam egy napig, meséltem már, nem? Egy napig dolgoztam csak ott, aztán ez nem az én világom. De tudok így is kapkodva, de nem szeretem. Azt elvágom, jó, nagyjából ez így oké. Újra átmosom. Jó, répák rendben vannak, kicsit megindítottam. Jó, ennyire elég is. Lezárom. Következőt csináljuk. Ja, nem, olaj. Következő. Olaj. Oké, és ezzel a Everglade fish chicken, zöldség, stb. Ez mindenre jó. Fűszer keverékkel. Ugye át fűszerezem a krumplikat. És egyelőre félretesszük. Jó, egy kis időt már is nyertem, gyerekek. Na most ki kell vegyem a csirkét. Ez most hülye jön ki, de muszáj így csináljam, mert mondom, időben. Jó, és akkor a krumplikat úgy csinálom meg, nagyjából az így a szélére jöjjenek. Elnézést, hogy így mondom. Ezt úgy is csinálod egyébként, hogy amikor sütöd, hogy erőre. Tehát, ha van időd, csak én most. De egyébként nem rossz ez, hogy így megdíszteltem a répát. Oké, görbe raktuk. Úgy. Right, eligazítom. Úgy gondolom még egy kis fokhagyma granulátumot elbír. Nyugodtan. Igen, gyönyörű. Oké. Okay. Jó. És vissza. A sütőbe kérem. Hát, nem tudom mennyi időt nyerhettem, de legalább valamennyit biztos. Oké, gyerekek, vissza a sütőbe. Na most a sütőnél Fahrenheitban, ha attól látszik, a csodaszám mindig a 375-350. Oké, most fölhevítem, ugye egyelőre 4-re, utána vissza fogok jönni ide 300-ra. Hát bár van. Ja, most lehűt, ugye. 300-ra visszajövök, és akkor azon is fogom hagyni. Ja, ide is rákamillázok. De szép. Ja, elfőtte szépen a lét. Jó. Ezt le is takarom, így marad. Lezártam. Kész, az marad így. Most szaladok hozzá ez a kutyához. Most nekem itt kellene állni. Ugye? Nézd meg.
közben az ajtót is, innen figyeli az ajtót, ugye ki van tekerve az ablak, most már majd lassan, még nem jön, jön az Évi is haza, és azt is figyeli. Na, hát most hogy álljak ide, te, Szűz Mária? Egyen meg itet. Na, mit csináljak veled itt? Ide állsz edém, nem tudok ide jönni az asztalhoz, te. Na, hát közben már alakul a csirke is lassan, gyerekek. Itt van ez a olvasztott vaj, ugye, ezzel szépen még átkenem. Alright, gyönyörűen, és megy vissza. Mehet ide a krumplikra is egy kicsi. Összespricceltem a képernyőmet ott a telefonomon, nem baj. Megoldjuk, letörlöm, az kész. Jó, és akkor majd még egy kenést kap később vissza a sütőbe. Na, hogy... Pa-pa-pa-pa-pa! Ugye, mondtátok, hogy szoktam elrontani ételeket. Addig kilóttam ott a csirke, amíg odaégett az egész. Jó. Kezdjük újra. Hát itt van, odaégett. Tessék. A rohadás jöjjön rá. Jó, itt a második verzió most már. Annyi a különbség, hogy ugye itt piros paprika van. Piros színű. Egy evőkanál. Gyönyörű, szép, spanyol. Piros paprika. Oké, elkeverjük. Közben volt egy batericserém, pillanatok alatt. Ilyenkor minden előjön, gyerekek. Ja. És szépen ráteszik a gombát. És együtt fogjuk dzsinszteni tovább. Ugye itt sokan meglepő, nincs víz. Sőt, ami esetleg itt volt, valamennyi, a gomba azonnal felissza, de utána visszaadja. Meglátjátok, hogy összeesik a gomba, és utána ő, ahogy sör meg, vagy hát sül, mindegy, kiadja a vizet. Szóval, ugyanúgy, mint a húsoknál is. Csak itt folyamatosan mozgatod, ugye? Rá lehet tenni a fűszereket. Mert csak egy fűszert teszek most. Ugye a fekete borsot. A só ugye volt a hagymán. Ugye azt ugyanúgy csináltam. Tehát só, bors, fokhagyma, vöröshagyma, paprika. És nézd oda, hogy engedett levet. Igaz? Right. 5 perc, ráteszik a paradicsomot, ami szintén levet fog engedni. Tehát semmi vizet nem tettem rá, igaz? Nem is fogok. Jó, és szép nyugodtan, ugye, paradicsomot is megfőzzük, megfőzzük. Jó, kiengedje a lét, összezsugorodjék. Most már nyugodt vagyok, mert tudom, hogy kész leszek, mire jönnek a család. Gyerekek, ez, amit most mondani, ez nem politika, mert akkor már mindenre rámondhatjuk, hogy politizálás. De engem aggasztanak dolgok így a világ dolgaiban. Ugye pont én mondom itt, aki a világ egyik legnyugodtabb vidékénél, a legnyugodtabb környezetében dolgozik, és a világ egyik legszebb táján, hogy aggódok, de igen. Figyelitek, hogy egyre több a késelés, ma is a lövöldözés Pensacolába, akkor a Londonban volt, akkor más az iskolai lövöldözések. Szóval minden napra van most már valami szarság. Ez iszonyat, nem? Nem az? Mit gondoltok? Én így vagyok vele. Túlszul ejtik, lelövik a UPS dolgozót. Gyerekek. Londonban lebicskázzák ott az embereket, ott a hidon. Most a katonaságnál itt Floridában például. Ugye hármat azt hiszem
lelőtt. Igen, és ő volt a negyedik, őt is kinyírták. Hát élőben mennek, és az ember csak elgondolkodik, hogy régebben nem volt egy. Na jó, hagyjuk is. Ne is írjatok rá semmit, mert csak az ember mérgelődik, meg szomorú. Na, ami ez, ugye most látod, hogy csinálom egy gombapörköltet, egy jó paradicsomos gombapörköltet végül is, amivel másabb lesz, ugye itt lehet belerakni tejszínt, bort, lehet fokozni citrommal, egyébként citrommal jó. Cream of mushroom, condensed soup, tehát sűrített leves, de gomba is, ez zelleres, gyerekek, ez zelleres, ilyen, ezt fel kell higítani kis vízzel, és gyakorlatilag ez teljesen ugye étkezésre elő van készítve. Na most ez grévi helyett, kicsit ezzel én megbolondítom, ezzel a dologgal, egy kis sűrített gomba levessel, ami önmagában is nagyon finom. Jó, és nézd oda, ilyen krémszerű lesz az egész. Hát az, ilyen krémes, ilyen fényes lesz tőle. Nagyon jó, és jó, marha jó íze van, higgyetek el, hogy nem csináltam semmi szentségtörést, van, aki tejfölt is lesz bele. Na most ez így van kész, mindjárt, nézd oda, hogy olyan sűrűbb lett, olyan, nézd oda a szaftot, oda néz. Na most ehhez lesz rizs, lehet a csirke mellé is enni, még a csirke ez a disztelt káposztát szánom, meg ami alatta van a répa, meg a krumpli. Ez már hónapra kész, de lehet kiszedni, lehet, hogy szedek. Van ott még rizs. És még a legvégére, ezt hónapra csináltam, én nem sajnálom belőle, petrezselyem zöldje. Ezt még belekeverem. Lezártam. És kész vagyunk. Hát gyerekek, ennyi volt. Azt a odaégetett részt, azt ott hagyom, behagyom a videóba, lássátok, hogy ilyen is előfordul, mint veletek is gondolom. Oké, gyerekek, ez itt kész. Ja. Jó néz ki? Hoppá! Mit keresett itt? Ha? Mit keresett itt? Azt a mindenit. Na, megjött. Most nézi saját magát. Na, Évi is megjött. Milyen illatok? Hát nagyon, nagyon jó illatok? Nagyon, nagyon jobb, az biztos, hétszentség. Na, éppen kész lettem. Nagyon ki volt számítva az idő. Na kérem, itt a végeredmény. Gyönyörű, szépen megsült krumplik is, megpirultak egy kicsi. A répa ott van alatta, az tökéletesen puha. A kóstolás, tálalás majd az asztalnál lesz. Oké? Okay? Hát kérem, mint ahogy mondtam, asztalnál vagyunk. A Szofika is idejött, Évi is megjött. Sziasztok, mondja. Szofi már is ugye indítja a grapefruit lét, vagy mi az? Mi az? Strawberry banán. Strawberry. Ő kap ilyen kis mellehúsát, krumplit, uborkát és a végén egy cheesecake-et. Mi pedig hát meg van terítve szépen. Úgy gondolom, ez elfogadható, az ott az, ami a csirkéről lejött, az a vajas, csirkezsíros, akármi, azzal meglocsoljuk a krumplit, össze lesz törve, és én úgy gondolom, hogy ez dukál egy pohár sör. Sziasztok, jó egészséget, bye-bye, kutyák is megjelentek. Szuszu, hol vagy? Várják a vacsorát, ők is kapnak nem soká. Úgyhogy, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Kint is dolgoztam ma, de azt nem mutattam. Majd legközelebb. Jó? Ma megyek már dolgozni. Oké, ezekkel a képekkel zárunk. Jó pár nap múlva találkozunk újra. Sziasztok, Janiék voltunk még egyszer. Bye-bye. Jó egészséget.